Dániel Csaba, a Karcagi Cserhát mezőgazdasági Kft. Ügyvezető igazgatója az ünnepi önkormányzati ülés keretei között vette át a Jász-Nagykun-Szolnok megyei gazdasági díjat. Arról beszélgettünk, hogyan fogadta a kitüntetést, hogyan látja a Karcagi Cserhát mezőgazdasági Kft. Jövőjét, és milyen célkitűzései vannak az elkövetkezendő időszakra nézve. Mai vendégünk Dániel Csaba, a Karcagi Cserhát mezőgazdasági Kft. Ügyvezető igazgatója. Üdvözlöm és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást. Az augusztus 20-ai ünnepi önkormányzati ülés keretei között vehette át a Karcagi Cserhát mezőgazdasági Kft. Nevében a Jász-Nagykun-Szolnok megyei gazdasági díjat, amelyhez ezúton is gratulálunk, de kezdjük az elején. Hol végezte tanulmányait? Karcagon a Szent Anna és Hámán mezőgazdasági szakközépiskolában végeztem növénytermesztő szakon, majd egy évet ráhúztam még, így végeztem technikusként, aztán pedig Szarvason a növénytermesztési mérnökit, rá pedig két évvel a növényvédő szakmérnökit végeztem el. Az iskolai tanulmányok elvégzését követően hol sikerült elhelyezkednie? Fél évet dolgoztam Szarvason a Pioneer Magyarország Kft.-nél, azt követően pedig felvételt nyertem Karcagi Cserhát Kft., akkor már Karcagi Cserhát Kft.-hez 2000. januárjában. Beszéljünk a Kft.-ről, mit lehet róla tudni? A Karcagi Cserhát Kft. A magyar-bolgár barátságnak a jogutódja, mely talán mondhatom, hogy az egyik, ma már az egyik legjobban működő jogutódja. Az akkori magyar-bolgár barátság termelő szövetkezetből alakult át, és az ott dolgozó emberek hozták létre, akik ezt a Kft.-t választották. Mivel foglalkoznak, mi az, amit el lehet mondani, hogy mindenképpen célul tűztek ki az elkövetkezendő időszakban, nyilván a meglévők mellett? Az elsődleges történet, amivel mi foglalkozunk, az a szántóföldi növénytermesztés. Van valamennyi kis állattenyésztésünk is húsmarhatartással, de mindenképp a legfőbb célok a vetőmagtermesztésnek a fellendítése, a vetőmagtermesztésnek a fejlesztése, és minél nagyobb számban a kézimunkának a kiváltása, illetve hát az öntözés, ami természetesen manapság már nélkülözhetetlen. Ahogyan említettem, az augusztus 20-ai ünnepi önkormányzati ülés keretei között vehette át a Jász-Nagykun-Szolnok megyei gazdasági díjat a Kft. Hogyan fogadta, számított-e erre? Nagyon meglepődtem, de nagyon jó érzés volt, mikor megtudtam, hogy felterjesztettek bennünket, és ezúton is szeretném megköszönni azoknak, akik a Kft. Mellett tették le a voksukat. Nagyon meglepődtem, és nagyon jó érzés volt, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy csapatmunka volt. Mindenképp a Karcagi Cserhát Kft. Dolgozóinak a munkája. Nyilván én is benne vagyok, és ez mindenképp egy szakmai, gazdasági, és mondhatom, hogy társadalmi elismerés is. Ugye említette, hogy csapatmunka. Hogyan néz ki egy ilyen csapatmunka? Beszéljünk róla egy kicsit részletesebben. Azon büszke vezetők közé tartozom, akik elmondhatják, hogy sikerült elérni azt a célt a humán erőforrásba, amit megálmodtak maguknak. Mai nap, illetve hát nem csak a mai nap, hanem az elmúlt időszak, és ez a gazdasági díj is ezt mutatja és tanúsítja, hogy olyan csapatot sikerült összekovácsolni, olyan dolgozói gárdát sikerült összekovácsolni a Kft.-n belül, amely kiáll egymásért, amely segíti egymást, segíti a termesztést, és mondhatom azt, hogy a Kft.-t szolgálja és Kft.-ér él. Hova tovább adódik a kérdés? Hova tovább? Hát az elsődleges cél az, hogy ezt a csapatot, ezt a Kft.-t minimum így fenntartsuk, illetve hát az említett célok felé továbbfejlesszük. Nyilván megteszünk mindent ennek érdekében, családi napokat tervezünk, a családi napokat szoktunk tartani a családoknak, mind anyagi, mind elkölcsi jutalmakat osztunk ki, hónap dolgozója címet osztjuk ki minden hónapban, év dolgozója címet a cégnek a záró évzáró banketjén kiosztjuk,
Én úgy gondolom, hogy ezek maximális elismerések. Ez egy nagy évet bejárt KFT, és ahogyan említette, nagyon összetartó tagjai vannak. De mégis adódik a kérdés, hogy annak idején, amikor ön ezt a pályát választotta, mi motiválta, vagy volt-e ön előtt olyan példakép, ami miatt erre a pályára lépett, és megálmodta valamikor azt, amiben most dolgozik? Kiskorom óta, ott kezdeném, hogy édesapám ugye mezőgazdaságban dolgozott, ő neki nagyon hasonló volt a pályafutása, mint az enyém. Nyilván példaképként áll előttem. Én ennek a KFT-nek folyamatosan ismertem a történetét, folyamatosan benne voltam, kiskorom óta jártam édesapámmal a határt, kiskorom óta ismertem azokat az embereket, akikkel én annak idején elkezdtem már dolgozni. Igaz, azok már nyugdíjba kerültek, de az ő szakmai tapasztalatuk, az ő segítségük juttatott el engem oda, ahol gyakorlatilag ma vagyok, és amivel ma vezetem a KFT-t. Szabad idejét, hogyha van, akkor mivel tölti? Mi az a fogalom? Nem, van, nyilván azért van szabadidő, úgy kell mindig, és minden vezetőnek én úgy gondolom vinni a KFT-t, és minden vezetőnek úgy kell dolgoznia, meg dolgozónak is, hogy a családra mindig jusson idő. Nyilván, ha van szabadidő is, és akkor elsődleges, hogy a családdal töltsem az időt, második sorban pedig azért van nekünk egy kis farmunk ott az állatokkal, minden időt el lehet tölteni. Harmadsorban pedig nagyon szeretem lelazulásként a gyógyvizet, és akkor esténként sokszor van az, hogy beleülünk egy kicsit, áztatjuk magunkat. Én megköszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt. Köszönöm szépen én is.